Most jól figyelj, oké? Tudom, hogy nem szabadna ezt tennem. A tanács egyértelműen úgy döntött, hogy nem megyünk a nyilvánosság elé, és én velük szavaztam. Nem hinnénk el, hogy mi történik itt. Valójában nem is kellene elhinni. Mert ha hinnénk ezekben a dolgokban, ezekben az eseményekben, az azt jelenteni, hogy a valóságról alkotott felfogásunk téves. Ez a fajta információ veszélyes lehet rossz kezekben. Nem leszek felelős a tömeges közpánikért. Nem leszek felelős azért, hogy ez a város csődbe megy. De valamit mégis el kell mondanom valakinek. A súlya túl nagy ahhoz, hogy egyedül viseljem. A városunk egy tó körül van. A tó hatalmas, olyan nagy, hogy amikor a közepén vagy, a környező táj csak egy lapos perem a horizonton. Gyakorlatilag nincsenek szigetek, és mélyebb, mint a legtöbb tó, amivel valaha is találkoztam. A tó egyben a gazdaságunk legnagyobb hozzájárulása is, főként a turizmus, a halászat, a lakásépítések és a nyaralóházak bérbeadása révén. 2013 nyara előtt néhány évig a városi rendőrségnél dolgoztam, és ez a tipikus kis festői nyaralóváros volt, ahol csak időnként kellett kocsmai verekedéssel vagy betöréssel foglalkozni. Eleve csak egy maroknyi rendőr volt, mert a városunkban 2013-ig több mint 30 éve nem történt gyilkosság. Egy menedék voltunk, egy hely, ahol az emberek biztonságban érezhették magukat. Ennél több részletet nem tudok mondani. Nem mondhatom el, hogy hol vagyunk. Nem mondok valódi neveket. Ezeket az eseményeket jó okokból eltitkoltuk. Ezek az én személyes megfigyeléseim, amelyek az elmúlt néhány hónapban történtek. 2013. július 16-a. Több jelentés egy elhagyatott csónakról a tó közepén. Elküldenek minket a nyomozásra, mert senki sem megy a közelébe. A városlakók, akik megfigyelték a csónakot, azt mondják nekem, hogy úgy érzik, kénytelenek nem a közelébe menni, mintha akaratuk ellenére irányítanák őket. Errefelé a babonák eléggé elharapódzanak, így hát vállatonak és kreatív kifogásnak könyvelem el, hogy ne ők maguk húzzák be a dolgot. Elviszem a társamat a rendőrségi alumínium 3 méteres hajóval, hogy megnézzem, ki ez a csónak. Körülbelül 10 perc múlva kiszúrjuk, és azonnal érzek valamit. Az érzés nehéz leírni. Ahhoz hasonlítható, mint amikor az ember az erdőben sétál, és ismeretlen területre ér. Az érzékei felerősödnek, és szinte érzi a föld idegen jellegét. A vízen is ilyen volt, mintha egy idegen tájra sodródtunk volna. Már nem nevettem magamban azon, amit a városlakók mondtak, amikor lekapcsoltam a motort, és a kis fahajó felé siklottunk. A társam, aki általában elviselhetetlenül beszédes volt, elhallgatott. Nem, ez innen jó. Minden elhallgatott. A szél elállt, a víz elcsendesedett. A nap, amely eddig tiszta és napsütéses volt, mint a gyorsan tompult és elsötétült volna. Mint ha valaki leúzott volna egy sötétítőt a világon. Evezőinket arra használtam, hogy az elhagyatott hajóval párhuzamosan terelgessük magunkat, és kinyújtottam a kezemet, hogy megragadjam annak a csónaknak az oldalát. Amint megérintettem azt, éreztem, hogy a hideg fut végig a testemen. Ezt szó szerint értettem. Úgy tűnt, mint a hidegérzés kúszott volna fel a kezemre, majd fel a karomon, és végül a mellkasomba. A társam kétségbe esetten sikoltozni kezdett. Pánikba esett, és olyan rémült volt, amelyet még sohasem láttam felnőtt férfitól. Úgy döntöttem, hogy a hajó nélkül távozom, és azonnal visszaviszem a társamat az állomásra. Később aznap este, amikor már megnyugodott, azt súgta nekem, hogy látott valamit, amikor megérintettem a hajót. Azt mondta, hogy egy alak volt. És zsák hús és csontok, ami előtte emelkedett ki a vízből. A lény felemelte csontvászkarját és rámutatott, és összecsattogtatta a kitárt fogakat, az elkapott csontja pedig ide-oda csapkodott. Ezután soha többé nem jött vissza dolgozni, és a hajót sem találtam meg többé. 2013. július 27-e. Minden város legrosszabb rémálma. Egy 4-tagú turista család, egy férfi és a felesége 2 gyerekkel, az egyik egy 10 éves fiú, a másik egy 6 éves lány. Reggel kibéreltek egy kis halászhajót és elindultak. Gyönyörű, tiszta napot jósoltak. Este kaptam egy hívást, egy olyan hívást, amit sohasem akartam hallani. A családi hajó visszatért, és csak az anyja volt a fedélzeten. A nő hisztérikus volt, csupa vér és értetetlenül motyogott. Éppen a mentő után érkeztem, és arra számítottam, hogy egy nőt találok, aki magánkívül van a félelemtől és a pániktól. Amit találtam, az bizonyos értelemben rosszabb volt. Nyugodt volt, higgadt. És értelmesen beszélt a mentősökkel. Megkérdeztem, mi történt, és elmondta, hogy ebéd közben hirtelen elfogta a késztetés, hogy felkapjon egy csalikést a fedélzeten, és halálra szúrja a férjét és a gyerekeit. Ezután a tóba dobta a holttestüket, és hazament. Miután az egyetlen engedéllyel rendelkező mentőbúvár az osztályon belül, kivittem a csónakomat és követtem a nő GPS koordinátáit a hajójáról, és lemerültem oda, ahol a nő elmondása szerint a holttesteket kidobta. 6 óra és több mint 3 merülés után nem tudtam semmilyen bizonyítékot a felszínre hozni.
Később a nő a rendőrös padlójára hányta a férje ujjait. 2013. augusztus 18-a. Az elmúlt héten számos hívást kaptunk különböző emberektől, akik azt állították, hogy sikolyokat hallottak a tó északi oldaláról. Egyesek szerint a sikolyok női, mások szerint férfi, megint mások szerint gyereksikoltozásnak tűntek. Az elmúlt néhány éjszaka különböző helyszíneket figyeltem az autómban, amikor hirtelen meghallottam. Valaki összetéveszthetetlenül sikoltozott, de nem a fájdalomtól, hanem a tiszta rémülettől. Egyértelműen egy nő sikoltása. A hang a parttól távolról, valahonnan a tóról jött. A rádión szóltam, hogy az új társam hozzon egy járőrhajót. Megérkezett, én pedig beugrottam, és elmondtam neki az irányt, ahonnan utoljára hallottam a sikolyt. Az ég csillagtalan, borult és korom fekete volt. A kereső lámpánkat a víz fölött forgatva keressük a sikoly forrását. A keresés órákig tartott, és már éppen fel akartuk adni, amikor a reflektorunkkal megpillantottunk valamit. Nem is valamit, nem valakit. Talán, már nem is tudom biztosan. Mert nem csónakon voltak, hanem úsztak a vízben. Ez a dolog a víz felett lebegett. Ha nem látom a saját szememmel, soha nem hittem volna el. Hátat fordított nekünk, és valamiféle hosszú, sötét köpenybe burkolózott. Ott lebegett, a lába néhány centivel a víz fölött, miközben a társam és én megdermedtünk azon a helyen. Aztán az a valami lassan fordulni kezdett, felénk forogva. Bevallom, becsuktam a szemem. Nem akartam látni. A társam később elmondta, hogy ő is hittett. Csak annyit tudunk, hogy a néhány másodperccel a szemünk becsukása után újra hallottuk a sikolyt, és ezúttal úgy hangzott, mint egy kisbaba sikoltozott volna. Pánikba estem. A motor után tapogatóztam, és vakon irányítottam a csónakunkat bárhová. Újra kinyitottam a szemem, és a másodperc töredékére visszamertem pillantani. Az a valami még mindig ott volt, még fény nélkül is meg tudtam állapítani. Aztán esküszöm, integetett nekem. A társammal nem beszéltünk róla az állomás felé vezető úton. Valójában soha nem is beszéltünk róla. 2013. szeptember 28-a. Éjszakai műszakban voltam. Az utolsó incidens óta nem voltam a vizen. Egyedül voltam az őrsön, és tudtam, hogy kötelességem kimenni, ha hívást kapok. Persze, kaptam egy névtelen bejelentést egy felborult csónakról a tó déli partja közelében. Valaki a tóparti úton autózott, és észrevette a parton. Egy járőrhajóval mentem ki a megadott helyre, és elég könnyen kiszúrtam a felborult hajót. A hasa szabadon volt, és tudtam, hogy alá kell mennem, hogy megnézzem, vannak-e túlélők. Felkészültem és alámerültem a korom sötét vízbe, a járőrhajón fényei alig tudtak áthatolni a sötétségen. A látótávolság alacsony volt, valami felkavart az iszapot a fenéken. A csónak kicsi volt, és nem tartott sokáig átkutatni. Az egyik szekrényben elrejtőzve találtam meg. Nem ismertem fel, de nem voltam benne biztos, hogy bárki is felismerte volna. A lábai fel voltak csavarodva, így a teste lényegében magába hajlott. Soha nem fogom elfelejteni a képet, ahogy a lábai a feje mellett vannak. A lábujjai hátrafelé mutattak. Az arca valami embertelenné torzult. Sovány arca megnyúlt, és a szemei szinte kidüllettek a szemüregükből. Mintha a legszörnyűbb sikoly közepette halt volna meg. Megfordultam, és aztán emelkedni kezdtem, amikor egy másik testet láttam a csónakom alatt lebegni. Legalábbis azt hittem, hogy lebeg. Aztán lehet már nem is egy test volt. Valójában egy ember volt, aki a fenéken sétált, de nem volt rajta semmilyen felszerelés, sem ellény, se búvárruha, semmi. És nem is igazán sétált. Ez a személy jobb kifejezés híján táncolt, a sarkát rugdosta. Elkezdtem felé úszni, de abban a pillanatban kialudt a lámpám. Majdnem teljes sötétségbe kerültem, a felszínen lévő csónakon fényei voltak az egyetlen megvilágítási forrásom. Ekkor felemelkedtem, pánikomban egy pillanatra megfeledkezve a fenéken lévő személyről. De tudom, hogy hallottam valamit, mielőtt a felszínre törtem. Egészen biztos vagyok benne, hogy valaki énekelt.